Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rászné Földi Judit, székesfehérvári képviselő, kezicsókolom, jó reggelt kívánok, természetesen a DK-tól. És itt van velünk Kovács András, az Origo főmunkatársa is, neked is szép jó reggelt. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és nézzünk, hol állunk a naptárban. A Luaka zsinagógai naptár szerint 5778, Ijár havának 8. napja van. Míg az Ómer számlálás 23. napjára virattunk. A Gergely naptár szerint 2018, 4. hónap 23-a hétfő van. Szeretettel köszöntünk minden Béla Utó nevű nézőnket, akik ma ünneplik névnapjukat. És akiket a bank érdekel, az euró középárfolyama 3.10.78, míg az angol font 3.54.94. És aki lemaradt volna egy időjárás jelentésünkre, azoknak elmondjuk, 13 és 27 Celsius fok között lesz a mai hőmérséklet. Öltözenek rétegesen, hogy legyen mit levenni, nagyon figyeljenek oda folyadékháztartásukra, hisz nagyon meleg van, fogyasszanak sok gyümölcsöt, most tárják szélesre az ablakot, hogy a friss levegő bejöjjön, és hallgassák a beszélgetést Rászné Földi Judittal, kezicsókolom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Itt járt nálunk az ön polgármestere is, és annak ellenére, hogy ön az ellenzék Székesfehérváron, csupa jót mondott önről. Az együttműködésükről, arról, hogy mindent megtesznek azért, hogy Fehérvár még szebb, még jobb legyen és virágozzék. Mit tud erről mondani? Ritkán kap egy ellenzék ilyen nagy dicséretet és elismerést a polgármesterétől. Hát nagyon örülök, hogy a polgármester úr így látja. Teljesen más a helyi politika, mint az országos. Ugye helyben egy közösségért dolgozunk, ugyanazon közösségért, és nyilván minden önkormányzati képviselő azt szeretné, hogyha az adott városban vagy községben az embereknek jobb lenne. És mi Székesfehérváron 21-en vagyunk, 21 fős a testület, és azt gondolom, hogy mindenki pártszimpátiától függetlenül azért dolgozik lelkiismeretesen, hogy jobb legyen Székesfehérvárnak. Nyilván sok mindenben nem értünk egyet, a költségvetés mindig egy sarkalatos pont. Ugye én személy szerint azért nem szavaztam meg a költségvetést, mert az elosztási pontokban volt különbség közöttünk. Én kevésbé támogatnám a sportot, és sokkal inkább támogatnám az oktatás és az egészségügyi dolgokat, és én sokkal több parkolóházat építetnék. De azt gondolom, hogy ettől függetlenül egy olyan stabil költségvetése van a városnak, amire méltón büszkék lehetnek a székesfehérváriak. Lehetne igen többet tenni, lehetne máshogy is, de az alapvető pontokban azt gondolom, hogy kölcsönös együttműködés. Nagyon el van keseredve? Inkább csalódott vagyok, elkeseredve nem, de felszívtam magam, csalódtam. Én is a választási eredményekben. Szívvel, lélekkel végig dolgoztuk ezt a kampányt, és én hittem, hogy a választóknak az kell, amit én tudok adni, tehát az a fajta szociális érzékenység, amit én képviselek. Döntött az a propaganda, amit a Fidesz felépített, és nem gondolnám, hogy Székesfehérváron emberre szavaztak volna, tehát a képviselőjelöltre, hanem inkább egy eszme ellen, mégpedig a migránsok ellen. És az, amit a kormány közpénzből belefektetett ebbe a kampányba, annak az eredményét azt most látjuk. A DK-s jelöltek közül, hogyha én megnéztem a vidéken, hogy szerepeltek a baloldali pártok jelöltjei, volt olyan DK-s jelölt, aki 4-5%-ot kapott csupán, olyan 30 fölött volt. Tehát akkor a személynek is kellett itt komoly szerepe lennie, mert a 4 és a 30% között elég nagy különbség van. Azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon fontos, hogy egy beágyazott olyan személy induljon el, akit szeretnek az ott élők. És ugye 14 ezer székesfehérvári szavazott rám, és ez nem kevés, és ők bíznak bennem, és hisznek bennem, és az ő kezüket nem engedhetem el, és nyilván a többi 50 ezerét sem, akik nem rám szavaztak valamilyen oknál fogva.
lehet, hogy a többiekhez képest szép eredmény, de én nem vagyok ezzel elégedett. Nagyon sok munka van még, ez azt jelenti, hogy az önkormányzati választásokig nagyon sok mindent kell még tennem ahhoz, hogy... Ez annyit hogy jelent, hogy folytatja? Ez annyit jelent, hogy folytatom, igen, és valóban elő kell, hogy szedjem a harcias énem, és küzdeni kell tovább. Lehet, hogy önbefutó, de a pártja nem befutó Fehérváron? Van ebben valami, tehát hogyha megnézzük a pártlistát, ott a DK 8%-ot ért el, ugye én 31-et. Azt gondolom, hogy a választók megbüntették most valamiért az ellenzéki pártokat, és egyértelműen látszik, hogy rám nem csak a DK-sok szavaztak, hanem tényleg reményt adtam a bizonytalanoknak, a baloldaliaknak, a liberálisoknak, és akár még jobbikosoknak is. És azt gondolom, hogy újra kell ezt gondolnunk, és meg kell, hogy tudjuk szólítani a választókat. És én hiszem, hogy olyan politikusa vagyok a DK-nak, aki mivel új arc, tudok velük beszélgetni és kommunikálni, és el tudom érni azt, amit ők szeretnének. Ez volt a kampányom jelmondata is, tehát nem az országos kampány szlogent vittem végig, hanem azt, hogy ön a legfontosabb, és ezt komolyan így gondoltam, és komolyan így gondolom, hogy minden székesfehérvári külön-külön fontos nekem, és értük szeretnék dolgozni 2019 után is. Mindez azt jelenti, hogy akar jövő évi önkormányzati választáson egy olyan modellben gondolkozik, mondjuk az ellenzék Székesfehérváron, hogy egy civil szervezet neve alatt elindulni. Erről konkrétan még nem beszéltünk, de az biztosan látszik most, és a választási törvény is ezt kényszeríti ki belőlünk, és a legfontosabb az, amit a választók elvárnak tőlünk. És jelen pillanatban a választók azt várják el tőlünk, hogy egyetlen egy blokkba tömörüljünk, és egyetlen egy jelölt legyen csak, és hogyha ők ezt szeretnék, és ezt igénylik tőlünk, nekünk, politikusoknak ez kutya kötelességünk. Kik voltak az ellenfelei Fehérváron? Varga Tamás, honvédelmi államtitkár és miniszter helyettes. Ő már nagyon régóta parlamenti képviselő, nagyon régóta fideszes politikus. És mindig Fehérváron indult? És mindig Fehérváron indult, igen, ő is székesfehérvári. És ki volt még? Ketten voltak? Nem, volt még egy jobbikos hölgy, egy 22 éves fiatal hölgy, és volt egy budapesti LMP-s hölgy, aki egyszer volt Székesfehérváron, amikor bemutatkozott, mint és jelölt. Ők ketten együtt hány százalékot kaptak? Elnézést, hogy nem tudom fejből. Ja, ők ketten együtt kaptak 11-et, ami bőven elég lett volna, hogy nyerjünk, hogyha tényleg egyedül maradok jelölt. Nézze, hogyha megnézzük a számokat, akkor az látszik, hogy Székesfehérváron többen akartak változást, mint ahányan a Fideszt. Tehát nagyobb tömbe van az ellenzék, csak sajnos megosztódva voltunk, és ez kevés volt így, és próbálták ezt a választók kierőszakolni a pártokból, de sajnos nem jött össze, és ezért most azt gondolom, hogy minden ellenzéki pártnak magába kell, hogy nézzen, és kritikával kell, hogy élesse magát, és valami más úton kell elindulni. Erre mondta azt az előbb, hogy bűnödik az ellenzéket. Igen. Az LMP-nek van helyi képviselője a városvezetésben? Nincsen helyi LMP szervezet, nincsen helyi LMP-s képviselő, nincsen LMP Székesfehérváron. Olyan kampányt folytattak, hogy mindenhol Szél Bernadett óriás plakátot láttunk és elefántfület, és mondom, a helyi jelölt lejött egyszer, akkor beszéltünk körülbelül 3 mondatot, és ennyi volt az LMP kampány a Székesfehérváron. A Jobbik egy fiatal új jelöltet indított, ő azért jelen volt, tehát hogy ő kampányolt, de ugye ő sem helyi képviselő, és azt gondolom, hogy nekem ez volt az előnyöm, hogy 4 éve a testület tagja vagyok, és nagyon sok székesfehérvárival tartom a kapcsolatot, és nagyon sokan vannak, akik bíznak bennem, és hisznek bennem, és szerették volna egyébként, hogyha ez tényleg sikerül, és én képviselhetem őket. Itt már említette ön, hogy egységes ellenzéket szeretnének a választók, ugye erről szólnak az elmúlt napok tüntetése is. Ön együtt tudna működni a Jobbikkal is? Egy közös nagy pártban? Nem, egy közös nagy pártban biztosan nem. Tehát abban nem hiszek, hogy egy nagy párt. De valamiféle szövetség kell, és nem miattam, és nem önök miatt, hanem a választók miatt. Ezt kényszerítik ki belőlünk. Az, hogy én a Jobbikkal egy pártba üljek, az teljességgel kizárt.
Nekem már az is nagyon nagy előrelépés, hogy a tüntetésen két héttel ezelőtt szombaton jobbikosok mellett sétáltam, már az is elég kemény feladat volt, de magyarázza meg nekem, hogy ezzel a tüntetéssel mit szeretnének elérni. Most már második alkalommal Fehérváron is ugye volt tüntetés, a második tüntetés hullámba voltak vagy 500-an, meg nem erősített hírek szerint. Mit szeretnének elérni ezzel? Vagy ön ment, mert úgy érezte, hogy az ellenzék képviseletében ott a helye? Mentem, mert úgy éreztem, hogy ott a helyem, és nem szabad elengedni ezeknek a választóknak a kezét, és úgy, ahogy a tüntetések végén megfogják egymás kezét a választók, és ezzel is kifejezik azt, hogy egy egységben vagyunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy reményt adjunk, és bízzanak bennünk, és hogyha a választóknak ez reményt ad, akkor kutya kötelességünk ezeken részt venni, és támogatni őket, és fogni a kezüket. Hát akkor én jól értem, hogy ön már 19-re dolgozik. Igen, hisznek bennem az emberek, és ott van 14 ezer székesfehérvári választó, aki tényleg azt gondolta, hogy én tudom őt képviselni, és én nem akarom őket elengedni, és továbbra is küzdeni fogok, hogy egy jobb országot, egy jobb várost építsünk. Hát akkor csak szomorú, de a politikában nem csalódott, hisz tovább küzd benne, hogy bebizonyítsa, hogy ön az igazi politikus. Abban csalódtam, amilyen eredményt ért el a pártom és a többi párt, és szeretném megtalálni a megoldást arra, hogy ezeket a csalódott választókat meg tudjuk szólítani, és újra tudjanak bennünk hinni. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában egy székesfehérvári kis vállalkozó, aki mer nagyot gondolni, aki egész életét rátette a politikával, a családja, mindenki támogatta, személyesen jó eredményeket ért el, a pártja úgy látszik nem volt elég népszerű, majd megpróbáljuk legközelebb, mi szurkolunk minden önállónak. És akkor most következik egy másik csinos hölgy, dr. Katona Andrea, Válaszpárt, Kisgazdák, hogyan tovább, ez lesz beszélgetésünk munkacíme. Önnek köszönjük, hogy itt volt, és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.